Hát egy biztos ugye, hogy a Föld történetében mindig is voltak klímaváltozások. Ugye az utolsó, csak maradjunk a Föld 4,5 milliárd éves múltjából az utolsó 3 millió évnél. Ugye voltak kimondottan nagyon hideg időszakok, ezek voltak a glaciálisok, voltak köztük több tízezer éven keresztül tartó felmelegedések, amelyek között esetenként melegebb volt a földi légkör, mint e pillanatban is éppen. És ez a jégkor ért véget nagyjából tízezer éve, ez biztosította az emberi civilizáció számára azt a robbanásszerű fejlődést, hogy a trópusoktól fokozatosan egész a sarkvidékig belakta a Földet. De nehogy azt higgyük, hogy ebben az utolsó tízezer évben nem voltak nagyobb lehűlések és nem voltak felmelegedések. Voltak nagyon kedvező klímaidőszakok, ilyen volt körülbelül a honfoglaló magyarság időszaka is, és akkor például népesült be Grönlandnak a déli szegélye. Izlandra is akkor értek el az első viking, ugye felfedezők, vagy ugye telepesek, amelyek aztán ugye a 13. században bekövetkező úgynevezett kis emberi jégkorszak idején hát lakhatatlanokká váltak, és azokat a földeket már nem lehetett sem állattenyésztésre, sem földművelésre felhasználni, amelyek például Grönlandnak a déli régiójában voltak, hát Izland egy kicsit más. Ilyen szempontból, mert a golf áram felmelegítő hatása ezt a kis jégkorszaki lehűlést ezt lassította. És utána az biztos, hogy egy körülbelül fél évezreden keresztül a Földnek a átlagos légköri hőmérséklete sokkal alacsonyabb volt, mint mondjuk az ókorban. És 1850-től kezdődött aztán egy felmelegedés. Naív dolog lenne azt hinni, hogy az ember ebben nem játszott szerepet. Tehát biztos, hogy volt valamilyen természetes felmelegedési folyamat is, de hogy az ember hozzájárult néhány lapáttal és egyre nagyobb lapátokkal a felmelegedésre, arra én mérget veszek. Végre ugye sok hezitálás után maga az ENSZ is deklarálta éppen tavaly, hogy a felmelegedésben az emberi tényező meghatározó szerepet játszik. Mondhatta ezt nyugodtan azért, hiszen mondjuk a széndioxid, amelyik az üvegházhatást alapvetően kiváltja, valóban olyan mérhető mennyiségben, de nagyon nagy mennyiségben megnőtt a légkörben, hogy nem lehet letagadni, hogy ennek a fizika törvényei szerint van egy olyan fölmelegítő hatása, amelyik szintén visszahat a földi klímára, a gleccserek rövidülésére, és így tovább. Én józan ésszel azt tudom mondani, hogy abban a korban, amiben élünk, ebben szerepet játszanak természetes tényezők, de meghatározó benne mindenképpen az emberi tényező. De ha csak az emberi tényező 10% lenne, vagy 5%, én úgy gondolom, hogy a stop táblát akkor is ki kéne tenni, mert ezek nem megfordítható folyamatok. Tehát hiába csinál az ember most egy olyan döntést, hogy mostantól kezdve nem ereget több széndioxidot, megáll azon a szinten, amin pillanatnyilag van, akkor is ennek a légköri hatásnak a felmelegítő tényezője, ez még több évtizeden keresztül jelentkezni fog, és ennek ugye a negatívumait hát sajnos a legfiatalabb generáció fogja igazában megszenvedni. Ők már hiába fognak spórolni az energiával, hogy használnak megújuló energiaforrásokat, hogy kevesebb lesz a fosszilis tüzelőanyagoknak az aránya az energia mérlegben, akkor is a felmelegedés negatívumaival, a sivatagosodással, a jégbezárt ivóvíz tartalékok csökkenésével, a nyilván még tovább növekvő emberi populáció növekedésével és az ezzel szemben állított ugye, vízkészletekkel mindenképpen hatalmas gondok lesznek. Tehát én úgy gondolom, hogy az én generációm, vagy helyesebben most már az engem követő generációnak a felelőssége az nagyon nagy abban, hogy valóban lakható és élhető bolygó maradjon a Föld.
privátbankár.hu. Gazdaságról érthetően.